Az internet és a világháló jelen van mindennapjainkban, segíti a munkánkat, elősegíti a gyors kommunikációt és a kapcsolattartást. Ám veszélyeket is rejt magában, többek között csalók áldozataivá is válhatunk, de a saját meggondolatlanságunk miatt is fájhat a fejünk. Egy nem kívánatos, kínos fotó vagy egy kellemetlen videófelvétel felkerülése az internetre sok problémát és gondot tud okozni. Erre hívja most fel a figyelmet a Bács-Kiskun megyei rendőrkapitányság tájékoztatójában az eBIR, vagyis az elektronikus lakossági tájékoztató rendszerén keresztül. Az interneten bárki válhat áldozattá, elég egy felelőtlenül a közösségi oldalra feltöltött fénykép hozzá. Így elsősorban a legjobb megoldás a megelőzés. A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány honlapján azt javasolja, mikor feltöltünk egy fotót, előtte gondoljuk át, kik láthatják azt, és ránk milyen hatással lenne. A nyaraláson készült fürdőruhás kép bármennyire előnyös, a főnökünk vagy a tanáraink előtt kellemetlen is lehet. Illetve ha nem megfelelő beállításokat használunk, bárki vissza is élhet vele. Közösségi profilunkon használjunk megfelelő adatvédelmi beállításokat. Ez mellett előfordulhat, hogy más tesz ki rólunk kellemetlen felvételt, ilyenkor célszerű azzal a személlyel felvenni a kapcsolatot és megkérni, hogy távolítsa el. Sok esetben az információ és a kommunikáció hiánya idézi elő a kellemetlenséget. A beleegyezésünk nélkül más személy nem tett közzé rólunk fotó vagy videó felvételt, hiszen az sérti a személyiségi jogainkat. Ez mégis megtörténik, a rendőrséghez is fordulhatunk. Továbbá, ha ilyen vagy ehhez hasonló helyzetbe kerülünk, a biztonságos internet.hu oldalon is kérhetünk segítséget, ahol szakemberek segítenek abban, hogy a kéretlen tartalom eltávolítása kerüljön. Mindezek mellett a gyerekek az éjjel-nappal ingyenesen hívható kék vonalat is igénybe vehetik a 116-111-es számon.